big booty bitches. Sziasztok, itt Clash of Jomat, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És hát akkor mit is szeretnénk az új frissítésben? Ennek az epizódomnak, ennek a sorozatomnak láthatjátok a következő epizódját. És ez egy kicsit most különlegesebb lesz, és úgy gondoltam, hogy fogok nektek beszélni kicsit a Clan War tournamentekről, ami lehetséges, hogy lesz. Sőt, én valószínűleg tartom, hogy ez lesz, ugyanis mondták, hogy a ClashCon-on a következő nagy update-ot fogják bemutatni. És hát én elég sok mindenből úgy szültem le, először azt hittem, hogy TH11 lesz. Aztán viszont rá kellett jöjjek, hogy nem, hanem Clan War Tournament lesz. És ezt most el is mondom nektek, hogy miért gondolom így, hogy miért ez lesz. Már valamelyik videóban vagy esetleg livestreamben elmondtam, de hát hogy ha ezt esetleg kihagytátok, akkor ezt most elárulom nektek. Szóval, ugye volt ez a Clan War tiebreaker, ez a százalékos dolog, tehát hogyha döntetlennél áll, akkor azért nekinek nagyobb a total distractionja. Ezt az egyik supercelles event kor mutatták be, és utána, és hát ott harcoltak egymás ellen, 15 vs 10, és akkor ennek az volt a lényege, hogy ezt bemutatták, jaj, de jó volt, mindenkinek tetszett, és hoppá, következő frissítés, be is rakták a játékba. Igen, és most pont ugyanez történt, ugyanis volt ez a koreai Clash event, és ott Clan War tournamentet nyomtak. És nem tudom, négy klán indult, négy koreai klán, és akkor azok így össze egymással harcoltak, ugye két klán egymás ellen harcolt, aztán annak a két versenynek a győztesei harcoltak egymás ellen, talán lehet, hogy a vesztesek is harcoltak, hogy ki legyen a harmadik és ki legyen a negyedik, erre már nem emlékszem, de a lényeg az, hogy egymással harcoltak, és ez is ilyen eredeti szupercelles eseménykor volt, és ezért tartom valószínűleg azt, hogy ilyen Clan War Tournament lesz most is. Hát erről most már ti úgy látjátok, hogy ide bevágtam egy képet, hát még nem vágtam be a képet, mert most jutott eszembe, hogy akkor hoppá, akkor vágjunk én be egy képet ide. És akkor hát jöhetnek ezek az elképzelések, hogy ez hogyan is nézne. Nos, itt lenne az első kép. Láthatjátok, hogy ez egy Clan War mapről egy pillanatkép, ugye ott láthatjátok a fönti eredményt a Clan War-ból, a jelenlegi zajló Clan War-ból, ugye ott van jobb fölül az a kék csillag, ami eddig is ott van, és ott van alatta az a kupa plusz két kard egyberakva egy kék gombon, amit igazából csak most szúrtam ki nagyjából. És ugye itt lenne ez a képernyő, amit láthatok rajta. Az, hogy itt vannak, láthatjátok, hogy a klánok egymással harcolnak, és akkor, hát itt szemléltet, 10v10-es van, itt láthatjuk. Mondjuk kezdjük jobb fölülről, ugye itt van különböző klánok, klán badge-ek, tehát itt az lehetséges, hogy az ugyanolyan badge-ű klánok, azok valószínűleg egy klán. Tehát, hogy lehet, hogy egyszerre több klánnal, nem tudom, igazából. Tehát, hogy az a lényeg, hogy itt van ez a két klán egymással harcolnak, ugye nyilván lesz egy nyertes, és a nyertes tovább jut, és ebben a második sorsolásnál, ugye amit láthatjátok, itt mondjuk a jobb alsó sarokba, nyer a kék-fehér, és a másik oldalt pedig nyer a fekete-fehér és ilyen áthúzott, és akkor ez ők ketten megharcolnak érte, és bekerülnek ide középen a kupa mellé. És akkor ja nem, még nem kerülnek be, hanem csak a kupa elé kerülnek, és föntről is ugyanez megtörténik, és itt jön két klán, ezek harcolnak, hogy bekerülnek oda a kupa mellé, aztán ugye ez másik oldalt is megtörténik, és ezáltal ez a két klán harcol, és itt van a nyeremény, ugye ez a kupa, vagy ez csak tök mindegy, ez egy szemléltetés az egész dolognak, hogy valami nyereménye van, és itt nem tudom, hát nagyon rosszul látszik, de hogy itt van nyereményként Gold Elixir, Dark Elixir, hát nem is kevés, hát ilyen 300 ezer, nem tudom, vagy csak rosszul látom, tehát hogy elég sok nyersanyagot lehet kapni ezért, plusz még gemet is lehet kapni, tehát 30-at látok, nagyon rossz minőségű a kép,
de ha nem csal a szemem, akkor ott 30 gen van írva. Szóval a lényeg az, ez a kép alapján, hogy így működne a dolog, és ott ilyen kis vonalak is látszódnak alatta, az nyilván valamilyen féleképpen az állást mutatná be, hogy kivezet, hogy áll, stb. Stb. Hát én ezt nem nagyon értem, hogy hogyan van, hogy mi alapján van ez a vonalka, hogyha ti esetleg tudjátok, akkor ezt nyugodtan osszátok velem. Meg velem kommentekben. Szóval, ja, ez az első kép. Nos, de van egy másik kép. Lehet, hogy még van egy csomó ilyen kitalálvány, ilyen hasonló Clan War tournamentekre, és itt jött a Clan War tournament szöveg, stb. Stb. Ja. Hát ez a kivitelezése jó, és én őszintén szólva, hát örülnék a Clan War tournamentre, de ugye hát én a nagy karagymal már a TH10 maxolásához nagyon-nagyon közel járok, hát jó, kivéve a falak, a hősökkel is nem sokára végzek, szóval én örülnék TH11-nek, de hát nagyon kevesen vagyunk, akik igazán dibot tudnak használni, úgyhogy sajnos lehetséges, hogy nem lesz. Én mindesetre nagyon boldog lennék, hogyha lenne Clan War Tournaments helyett TH11, de hát majd akkor meglátjuk október 24-én, hogy mit jelentenek be a Clash Con On. És amúgy most nézem, október, ó, az most szombat, hát ha nem lenne 18 pluszos, akkor talán én is elmentem volna. De hát 18 pluszos, úgyhogy nem tudok elmenni. Nos, itt a második kép. Hát itt azt vettem észre, hogy ez itt már ugye egy ilyen kevésbé rázomolt kép. Nagyon-nagyon hasonló, tehát lehet, hogy az egyik kopiszta a másikról, konkrétan jobb fölül az a csillag alatti gomb, az a tournamentes, tök ugyanolyan. Tehát, hogy ez tök ugyanolyan. És hát itt kicsit másképp van megoldva a középen a kupa. És hát ott van valami honlap, ami fogalmam sincs, hogy valószínűleg a készítőnek a honlapjához, vagy tök mindegy, nem tudom. És igazániból itt is láthatjuk a klánokat, hogy kik harcolnak egymás ellen. És hát itt is úgy látom, hogy hogy egy klán többször is szerepel. Tehát jobb oldalt is szerepel, meg bal oldalt is szerepel, de ez lehet, hogy csak véletlen, hogy ugyanolyan logója van, de lehet, hogy nem. Őszintén szólva, lehet, hogy nem. Én ezt nem teljesen értem. Viszont itt láthatjátok, a jobb alsó sarokban van egy ilyen ilyen információs gomb, a normál információs gomb felett egy ilyen kerékszerű. Ugye ez még új. És akkor itt is ugyanezen az alvon alapul, mint az előző, viszont ezt még tényleg mindig nem értem, hogy ez hogyan van, hogy hát viszont valamelyik klán csak egyszer van, szóval lehet, hogy ez csak véletlen, hogy hogy ez így van. Nos, hogy ugye itt a semifinal az a előselejt, ez a final pedig ugye nyilván a döntő, és hát nem tudom, mi ez a juf, valószínűleg ő készítette meg ezt az honlap, ezt majd lehet, hogy lecsekkolom. És hát igazániból én, ha jól nézem, akkor tényleg csak kettő képen van ezzel kapcsolatban. Minden esetre ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam nektek valami újat mondani, vagy esetleg tetszett, akármi. Minden esetre találkozunk holnap egy másik videóban. Én ennyi lettem volna mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!